Nem tetszik Szájer Józsefnek, a Fidesz európai parlamenti képviselőjének, hogy Kövér László nem tűzi ki az uniós zászlót a magyar parlamentre. A politikus erről az ATV-ben beszélt, arra reagálva, hogy Kövér László először a parlament, majd a képviselői irodaház épületéről is levetette az uniós zászlót. Az országgyűlés elnökét hiába kérdeztük, nem akart nyilatkozni. Nincs uniós zászló a magyar parlamenten, és egy hónapja már a képviselői irodaházon se lobboghat a csillagos kék zászló. Erről akkor az LMP társelnöke Szél Bernadett beszélt a híradónak, akinek ablaka előtt lengedezett addig az uniós zászló. És ez úgy nézett, hogy reggel itt bejöttem, és itt néztem ki az ablakon, és abban a pillanatban így megütött az, hogy nem az a látvány fogad, mint eddig. Szél Bernadett akkor azt a választ kapta a házelnöktől, hogy a képviselői irodaházban nem folytatnak uniós munkát, ezért nincs helye az épületen a zászlónak. Kövér László azonban nem csak az irodaház vagy a parlament homlokzatán nem tűrte a kék lobogót, az országgyűlés üléstermében is kivitette, amikor az MSZP-s képviselők tüntetőleg behozták. Magyar Nemzeti Parlament, tetszik tudni, ez a Magyar Nemzeti Parlament, itt a Magyar Nemzeti Lobogónak van helye. Majd, hogyha egy másik nemzeti parlament ülésezik itt, akkor majd más lesz a rend. Szájer Józsefnek, a Fidesz LP képviselőjének nem tetszik Kövér László kijelentése. Erről az ATV-ben beszélt. Nyilvánvalóan házelnök úr biztos alaposan megfontolta a dolog szimbolikája miatt, én nekem ez nem különösebben tetszik. Az uniós kormánypárti politikus szerint ugyanakkor neki Brüsszelben még soha nem kellett magyarázkodni a Kövér László kijelentései miatt. Akkor sem, amikor a házelnök az Echo TV-ben arra utalt, hogy akár az óvatos kihátrálást is meg kellene fontolni az Európai Unióból. Szájer szerint az unió nélkül a 2008-as válság tönkretette volna Magyarországot. Gyakorlatilag padlóra vittek volna bennünket, az Európai Unió megvédett ebben. Kerestük ma a házelnököt, hogy megkérdezzük, mit gondol Szájer József kijelentéséről. Kövér László azonban ma nem kíván nyilatkozni.